Petőfi Sándor jól ismert versét adta elő a Tolnai Általános Iskola második osztályos tanulója a 12. Vers és Prózamondó Fesztiválon. A vers kiválasztásánál elsősorban érzelmi szempontok vezérelték az alsós tagozatos diákot. Mert anyukám is régen ezzel lett első. Bérce Szonya nem csak versmondásban mutatta meg tehetségét, a Kesztyű lakói nyaralni mennek című mesét is nagy átéléssel adta elő, a tolnai versenyen ugyanis két kategóriában lehetett indulni. A versenyzők évről évre egyre több kortárs alkotótól választanak műveket. Ezt mutatja többek között az is, hogy idén Lackfi János Lányok dala című versét három résztvevő is előadta, de többen választották Varró Dániel verseit is, köztük Dömötör Marcell, aki a Miért üres a postaláda mostanában című verset választotta a versenyre. Szerintem ez volt a legkönnyebb megtanulni ezt. A zsűri az alsósok közül vers kategóriában Lakatos Larisza Fruzsinát találta a legjobbnak, az alsós prózamondók közül pedig Ház Adriennek ítélték oda az első díjat. A harmadik osztályos tanuló Kenész Ferenc a Batyú című művét adta elő. Azt mondja, felkészítő tanárával tudatosan választották ki éppen ezt a mesét, amivel végül meg is nyerte a versenyt. A tanárnémi ezt szerette volna, és mondta, hogy nagyon az embereket nagyon az érzelmileg lehet megfogni. Ja, hogy itt most teljesen a versenyre fókuszáltál? Igen, igen. Mert hogy mit szeretnél ma? Hogy nyerjek. A felsősöknél vers kategóriában Vajda Lara lett az első, a prózamondók közül pedig Mikula Esztert látták a legjobbnak a zsűri tagjai. Ők a versmondó megítélésénél díjazták a szép artikulációt, a ritmust és azt, hogy a kiválasztott mű illeszkedik a versmondó értelmi érzelmi fejlettségéhez. A zsűri megpróbál többféle szempontot figyelembe venni, az első az, hogy ki milyen verset hoz, hiszen ez direkt nem volt kikötve. Lehetséges lenne, hogy egyébként, hogyha ilyet csinálunk, legközelebb valamilyen egy fix vers lesz és egy szabadon választott, vagy legyen, mondom én ezt most. Nagyon nagy a választási kör, sokszor sajnos úgy gondolom, hogy nem való azoknak a gyerekeknek, amit hoztak. Szépen ügyesen megtanultak, de koruk miatt úgy adják elő, ahogy még majd néhány év múlva kéne igazán. A zsűrinek mindig nehéz dolga van, de azért csak-csak megállapodunk valamibe, és tényleg az a lényeg, hogy ezek a gyerekek ezzel foglalkozzanak, hiszen a vers a mai magyar kultúrában igen szép helyet foglal el, és nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekek ilyet tanulnak, és ilyenne mernek kiállni a közönség elé. A Kulturális Központ a Vers és Prózamondó Fesztivált a Magyar Kultúra Napja alkalmából hirdette meg. Nagyon fontos ünnep nekünk a Magyar Kultúra Napja, és erre szervezi a Kulturális Központ több éve már ezt a fesztivált, és nagyon örülünk, hogy mindig bizonyos létszámmal vesznek részt a tolnai iskolások. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat csomag részeként és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát.